Ács István halálának 20. évfordulóján szentmisében emlékeztek meg az egykori egri segédpüspökről az Egri Bazilikában március 26-án. Szentbeszédében Ternyák Csaba érsek hosszan méltatta Ács püspök tevékeny lelkipásztori munkáját. Mit köszönhet az Egri Főegyházmegye Ács püspöknek? Nagyon sok mindent köszönhetünk neki, mindenek előtt, és ez talán nem csak az Egri Főegyházmegye, hanem az egész magyar egyház köszönheti a házas hétvége mozgalomnak a bevezetését Magyarországon. Nagyon sok házasság megmentése kapcsolódik így ő hozzá. És aztán az egyházmegyébe ő indította el a Caritást, amelyiknek ugye tavaly különleges éve volt, tehát ezért is hálásak vagyunk neki, és aztán ő indította el a kamilliánus mozgalmat is, tehát elég széleskörű tevékenysége volt, egy igazi lelkipásztor. Az emlékmisére sokan érkeztek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Fűzérközségből is, ahol Ács István közel 20 évig volt plébános. 1970-től 1989-ig püspökké való kinevezéséig volt Fűzéren, és nagyon sok olyan helytörténeti dolgot vitt végbe, ami nem csak a lelkiségét tükrözi, nem csak a plébánosságára terjed ki, hanem sok olyan dologra, ami maradandó érték mind a mai napig Fűzéren, hogy csak néhányat soroljak fel a sok közül. Az első dolga volt, hogy a várat megmentse. 1977-ben az ő közbenjárására indulnak el a vár felújítási munkálatai. Utána sorra került a tájház, amit 1982-ben tesznek rendbe úgy, hogy ő saját maga is kétkezi munkával segít tapasztani és renoválni. 1977-ben létrehozza a helyi pávakört, hogy az egykori Szatmári László kántor tanító örökébe lépjen, citerázni tanul és tanít, hangszereket szerez be, és egy hatalmas nagy pávakört szervez, amelyikkel nem csak egyházi, hanem népdalokat is betanít és énekel. Megszervezi a házas hétvégét, elkezdi felújítani és bővíteni a fűzéri parókiát azért, hogy a házas hétvégéseknek, a karitás csoportoknak és a különböző lelkiségi mozgalmaknak és hittantáboroknak helyet adhasson. Ebben a tevékenységében a püspöki kinevezése gátolja meg, de innen Egerből is mindig szívügyének tekintette Fűzért, és a fűzéri népet mindig is fűzérinek vallotta magát. Amiben még emlékezünk rá, hogy a gondozási központot, ami még akkor az ő idejében nem létezett, az ő tiszteletére neveztük el Ács István gondozási központnak. Ács István egykori hittanosa, Baranyák Béla megvallása szerint saját papi hivatására a mai napig nagy hatással van az egykori püspök személye. Ahogy az emberekhez viszonyult, hogy fontosnak tartotta a közvetlen kapcsolatot a falunak az egyszerű emberével is, megközelíthető volt, tehát soha nem tartott távolságot. Aztán előttem van az a gondolata is, amit éppen mondjuk a fűzéri várnak a romos állapotához kapcsolt, mint képhez, hogy igazából úgy érezte, hogy neki az emberi roncsokat is föl kell, tehát kell segítenie, talpra állni, és segíteni abban, hogy újjáépüljenek. Tehát ez nekem mind olyan támpont volt, és olyan alap, amely meghatározza a jelenlegi papi életemet is. A szentmise végén a klérus a hívekkel együtt levonult a bazilika kriptájába, ahol Ternyák érsek megáldotta Ács püspök sírját. Egy közös imádság után pedig a főpásztor záró áldásban részesítette a megjelenteket. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.